János evangéliuma 5. fejezetében olvassuk a következőt, a 24.-25. versek ezek. Jézus mondja tehát, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ezt a két igeverset szerettem volna felolvasni, azért, hogy arról essen most szó, hogy a Biblia, a Szentírás egy egészen más vonatkozásban is beszél a feltámadásról. Ugye általában mi a feltámadás kapcsán arra gondolunk, hogy Jézus feltámadt a halálból, ugye miután a kereszt halál által meghalt, harmadnapot követően, és arra gondolunk ilyenkor, amikor önmagunkkal kapcsolatban értelmezzük a feltámadást, hogy igen, hát lesz majd egy feltámadás, amikor mi is a halálból feltámadunk. De a Biblia beszél, és ez nagyon-nagyon fontos, lelki vonatkozásban is a feltámadásról. Figyeljük meg, itt Jézus a hallgatóságnak, nem mellékes, hogy éppen a templomban, a jeruzsálemi templomban zajlik ez a beszélgetés, azt mondja az őt körülvevő embereknek, hogy amikor valaki hallja az ő hangját és hisz annak, aki elküldte őt, hát nyilván az atyáról beszél, akkor annak örök élete van, és azt mondja, hogy sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Hogy van ez? Tehát halálból az életbe? Mi, a mi logikánk ugye az, hogy élünk, és akkor onnan megyünk át a halálba. De Jézus azt mondja, hogy aki hisz annak, aki őt elküldte, aki hisz az ő szavának, az már itt ebben a földéletben átment a halálból az életbe. És akkor még egy mondattal nyomatékosítja, hogy eljön az az óra, és az most van, hogy a halottak hallják az Isten fiának a beszédét, és akik meghallják, azoknak életük lesz. Mi a gyakorlati vonatkozása annak, amiről itt Jézus beszél ennek a feltámadásnak? Hát az, hogy az életemet mindenben alárendelem neki. Ami azt jelenti, hogy az élet, a földi életünk a hívő embernek is egy állandó harc. Harcolok a bűneimmel, nyomorúságommal, vannak veszteségeim, tehát ugye el kell engedjem a szeretteimet a minden élő kutyán. És én mindezeket úgy élem meg, hogy én már tudom, ugye, mert erről van egy világos üzenetem, hogy Jézus Krisztus feltámadása diadalmaskodik mindezek fölött. A bűneimmel való harcban, az örök élet kérdésében, ugye, amikor elszorul a szívem, hogy most mi lesz, mostanában hogy olyan képeket látunk, biztos vagyok benne, hogy a tévénézők is, hogy épületeket bombáznak szét, ugye romok, emberi testek hevernek az utcán, mostanában ugye ilyen is van, és bizony nagyon elbizonytalanodunk. Valahogy hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a halál az utolsó szó, a pusztítás az utolsó szó, a háború egy olyan erő, egy olyan sötét erő, amely fölött nem tud az ember diadalmaskodni. Ilyenkor jön az, hogy a hívő ember mégis arra gondol,
ez egy tény, hogy a Jézus Krisztus kereszthalála a világ mindenség legnagyobb győzelme, ugye, és az abból való feltámadás. Mert a kettő együtt van, a kereszthalál és a feltámadás. És én az életemet, hogyha alárendeltem ennek, akkor tudom, hogy bármi ér, hangsúlyozom bármi, akkor tudom, hogy Jézus mégis elkezdte a helyreállítást. Ugye először lelkileg, ahogy hallottuk, hogy van lelki feltámadás, hogy hiszek az Istennek, és az életemet alárendelem neki, ez a megtérés, ugye az Isten útján való elindulás, és tudom, hogy minden veszteség, minden nyomorúság, ami ebben a földi életben ér engem, a fölött diadalmaskodik a feltámadott Jézus. Azt mondja az evangélikus filozófus testvérünk Kierkegaard, hogy a hit a halál túloldalán van. Tehát ugye amikor hiszek az Istennek, akkor már átmentem a halálból az életbe, hogy itt hallottuk az előbb Jézustól. Szeretnék minden kedves tévénézőnek áldott feltámadási ünnepet kívánni, nem feledve azt, hogy a feltámadás most kell elkezdődjön ebben a földi valóságban, úgyhogy hiszek az élő Istennek, az élő Jézusnak, és elindulok ebben a hitben. És a húsvéti ünnep, a feltámadási ünnep ennek csak a pecsétje.